Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kutatóintézet területén, hiszen javában tart az árparatás, a dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is megtekintette, és olyan szerencsés volt, hogy a kombányból is megnézhette a hatát. Milyen a látvány felülről? Az aratás az mindig egy csodálatos dolog, amikor a jóisten teremtő ereje és az emberi szolgalom találkozik, és a termény az bekerül a mezőről, a határból. Én látom azt, hogy a Kutatóintézetnek olyan magyar gabonafajtái vannak, amelyek, itt például a KG puszta, amelyek versenyképesek és alkalmasak arra, hogy az időjáráshoz is tudjanak illeszkedni, hiszen sok esély volt. Ennek vannak előnye is. Ezen a tavaszon mintegy 450 mm, és látszik, hogy nincs ledőlve sehol az árpa. A búza is áll a lábán. A terméskilátások is biztatóak, hiszen 3,5-4 tonna körüli árpa átlag termésre számíthatunk hektáronként. Ez is, illetve a búza is mintegy 20%-kal többet ad ebben az évben, mint ami tavaly sikerült. Itt az előbb igazgatóval ön is beszélgetett, és kérdezte, hogy miért ilyen alacsony ez a KG puszta nevezetű árpa, amit megnéztünk, és ő is mondta, hogy ezzel is igyekeznek alkalmazkodni a itteni időjárási viszonyokhoz, tehát ön is megállapította, hogy ez tényleg lábon álló, tehát nem döntötte le a vihar, és gondolom, hogy ez is egy fontos a jövőt tervezni, hogy alkalmazkodni kell ezekhez a szélsőséges időjárási viszonyokhoz is. Alkalmazkodni kell azokhoz a kihívásokhoz, amiket az agrárgazdaság támaszt. Hogyha egy búza, egy árpa könnyebben ledől, akkor kárba vész a termés, leromlik a minősége, és mindenki jó minőségre számít, mindenki azért dolgozik, hogy versenyképes legyen a magyar mezőgazdaság, és versenyképesek legyenek a szereplői is. Ez pedig nagyon fontos, hogy olyan magyar fajták legyenek, amelyekből ki tudják választani a gazdák azt, ami az adott talajtípushoz, adottani éghajlathoz alkalmazkodik. Végül is nem szalmát akarunk elsősorban termelni, hanem búzát. Nyilván kell a takarmány, kell a szalma is, de a legfontosabb az, hogy a lakosság ellátása és az exportpiacok ellátása az megvalósuljon. Így lehet a gazdáknak is kellően magas jövedelmük, de ez hasznos az ország számára is, mert hogyha a mezőgazdaságban van növekedés, akkor van gazdasági növekedés is. Ez mutatja azt, hogy Magyarország igazából ma is egy mezőgazdasági ország. Most a idei évi gazdasági növekedésnek több mint a negyede a mezőgazdaság teljesítményéből ered. Hozzátéve azt, hogy még az aratás előtt adatról van szó, az aratás még csak most kezdődött, és én bízom abban, hogy a jóisten kegyes lesz hozzánk, az időjárás szerencsét hoz, és eredményesen tudunk végezni a betakarítással. Van egy dolog, ami egyik oldalnak jó, másiknak nem, hiszen az átvételi ár az mindig két oldalú, aki megveszi, mint takarmányt, az örül az olcsó árnak, a gazda viszont mindig egyre magasabb árat szeretné elérni. Hol tart most ez? Tehát lehet ezt már tudni, hogy körülbelül milyen árakon fognak értékesíteni a gazdák, illetve a termelők? Aratás idején mindig van némi mozgás az árak körül. Itt gyakran arra hivatkoznak, hogy raktározási problémák miatt kell eladni a tábla sarkáról a terményt, akár a Concordia, akár más tároló kapacitások lehetővé teszik azt, hogy a búzának, árpának, mindennek legyen helye. Én mindenkinek megfontolásra ajánlom azt, hogy igyekezzen várni a speciális, ilyen spekuláns és szezon jellegű ármozgásoktól, kímélje meg magát. Ez mindig egy társas játék. Aki elad, magas áron akar eladni, a vevő pedig alacsony áron, és néha bizony a kellő ütemet kell eltalálni ahhoz, hogy a munka eredménye ne vesszen kárba. Tehát érdemes figyelni az árakat, a véleményeket, a különböző szakértői becsléseket, de a legfontosabb az, hogy a termények ára döntően a világpiachoz igazodik. Tehát ami ettől nagyon eltér valamerre, ott elképzelhető, hogy különleges szándékok mozognak. Magyarországon a termés piaca is és elhelyezése is biztosított. Azt mondja, hogy ez egy jó hír a gazdáknak, és hát az is, hogy ez most ideális az aratáshoz. Reméljük, hogy kegyes lesz a következő hetekben is az időjárás. Itt az ideje a nyári nap melegnek, és én úgy látom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy sikeres legyen az aratás. Köszönjük szépen! Köszönöm!